Szervusztok, üdvözöllek benneteket, Dér Attila vagyok, a Deranant Kft. Ügyvezetője, és az Agrár Gép Show 2020-as kiállításról jelentkezünk, és szeretném bemutatni nektek a cégünk egyik termékét, az abroncsnyomás szabályozó rendszereket, amelyeket, hogyha használtok, időt, üzemanyagot és ezáltal költséget takaríthattok meg. A traktor az a jármű, amely a közúton és a talajon egyaránt közlekedik, és a gumiabroncs az a gépelem, amely a traktornak a teljesítményét a talajra, illetve a közútra átviszi. Minden gazda előtt ismert a probléma. Ha keményre fújott gumival mennek a traktorral a közútról a földekre, csökken a tapadás, nő az üzemanyagfogyasztás, és a kisebb felületen elosztott súly miatt a talaj is tömörebbé válik. A gumiabroncs nyomását tehát változtatni kell. Erre a megoldásra fejlesztett ki a PTG német mezőgépgyártó és fejlesztő cég egy olyan rendszert, amellyel akár állóhelyben, de akár menet közben egy gomnyomással is tudod változtatni a közúti és a talaj közötti abroncsnyomásodat. Ezeket szeretném nektek ma bemutatni. Induljunk a traktor elejéről, az első kerekeknél. Általában a legtöbb esetben külső forgócsatlakozóval tudjuk megoldani az abroncs nyomás változtatást. Itt éppen egy kétvezetékes rendszert láthattok, amelyen látható, hogy a töltő és leeresztő vezeték, illetve a jelző vezeték segítségével vezéreljük azt a kerékszelepet, amit, hogyha itt a kamerában is láthattok, szintén össze van kötve. Védett helyen nagyon jól tisztítható és karbantartható helyen van elhelyezve, de természetesen, ha valaki nagyon mostoha körülmények között dolgozik, még további szelepvédelmeket lehet ellátni. Azoknál a gépeknél, amelyek hátsó, hosszú tengelyes kialakításúak, mód van belső vezeték csatlakoztatásra is. Ennek feltétele, hogy minimum 120 mm hely legyen a kerékagy és a féltengelytok között, hogy fel lehessen szerelni az állórészt, illetve a féltengelyre a forgórészt rögzíteni. Szintén két vezetékes rendszert javaslunk, mert ez a PTG által egyedülállóan kifejlesztett rendszernek köszönhetően a vezérelt kerékszelepek alaphelyzetben mindig zártak, és csak akkor nyitnak a jelzővezetéken keresztül, amikor fuvatás vagy leeresztésről van szó. Az abroncsnyomást szabályozhatjuk a traktorral vontatott munkagépeknél, szállítójárműveknél is, hiszen itt is fontos a talajra leadott nyomás csökkentése. Ezért már itt Magyarországon is vannak olyan mintagazdaságaink, amit ott a képen is látható, hogy a felső képen nem csak a traktor, hanem a vontatmány is már abroncsnyomás szabályozott, és úgy hajtanak rá a talajra, úgy szórják ki a szerves trágyát, hogy óvják, védik a talajt, és a végén a szerves trágya leszántásánál is a szántó traktor nem teszi tönkre a talajt, hanem szintén abroncsnyomás szabályozottan hajt végig a talaj felszínén. Ez a középső elemünk pedig a vontatmányoknak az abroncsnyomás szabályozás rendszerének a kialakítását mutatja. Már meg lehet rendelni nagyon sok vontatmánygyártónál úgy a vontatmányokat, hogy a tengelygyártók, itt jelen esetben egy BPV tengelynek az egyik preparált részét rátjuk, már gyárilag előkészítik a tengely fölötti gyári levegőbecsatlakozást, itt lehet majd látni, a kamera is követi a kezemet, a gyári becsatlakozást, és a tengely már előre van fúrva, gyárilag előfúrva, amihez mi csak rácsatlakozunk ezzel a forgócsatlakozóval, és ugyanígy egy biztonsági kerékszerep segítségével megoldható az abroncsnyomás szabályozás. Arra sarkallak benneteket, hogy gondoljátok át gazdálkodási technológiátokat, és amennyiben lehetséges, használjátok ezeket a technológiai elemeket, mert időt, üzemanyagot, ezáltal költséget takaríthattok meg, nem beszélve arról, hogy ezzel is óvjátok, véditek a termőtalajaitokat, ami nem csak nektek, hanem majd a gyerekeiteknek is gazdálkodni kell, vagy legalábbis szerencsés lenne, ha ők gazdálkodnának rajta.